hamarosan vendégünk lesz nagyon sokunk kedvence, Csukás István, aki maga is olyan, mint egy igazi régi vágású mesehős. Nincs mobiltelefonja, nem használ számítógépet, internetet és nem vezet autót. Én bevallom, egy kicsit irigylem ezért. És azt mondom, hogy jól is van ez így, főleg azután, hogy amíg gépmesterünk Csaba nem bírt magával, és eljátszott a gondolattal, hogy mit tenne egy számítógépes program Csukás Istvánnal. Hát mert ugye ez a program ugye létezik, és úgy hívják, hogy brazilizátor, és ez azt csinálja, hogy ha beírunk neki neveket, akkor egy ilyen brazil szappanoperát gyárt azokból a karakterekből, akiket mi betápláltunk neki. Hát én megadtam, hogy a szegény fiú legyen süsű, jó fiú írnok, a rendőr az a kancellár, és a következő sztoriót ki belőle nem én találtam ki, a gép dobta. Süsű főbelövi magát, mert nem akar visszamenni a börtönbe, majd egy kapcsolatba menekül, amiben Torzomborz király a partnere. A sárkány lány igyekszik nem játszani a sárkány főárus érzelmeivel, de nem szerelmes belé. Petrence király megtudja, hogy Süsű az öreg király lakásában van, oda megy és késsel fenyegetőzik. Az érnök nem ér rá találkozni a királlyal, mert hobbiának él fát vág. Egy népszerű magazinban megjelennek a sárkány lány aktfotói, majd megtudja, hogy terhes a péktől. A Borbé titokzatos körülmények közt elájul a fürdőszobában, majd visszatér Mexikóba. Ettől kezdve semmi más nem hajtja, csak a bosszúvágy. Az utolsó pillanatban a tárgyalom terembe belépő kancellár átadja a bírónak a Petrence király új lenyomatát viselő pisztolyt. A rendőrség megtalálja a kokaint, ezért a kancellár kénytelen elhinni az írnok bűnösségét. Kiderül, hogy Süsű apja valójában a dadus.